It's supernatural. Hello, Sidrop vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol természetes a természet fölötti. Lehetséges, hogy egy fiatal embert, angyalok látogassák meg, és adjanak neki természet fölötti kijelentéseket? Nos, egy ilyen ember van itt ma velem, akit Matt hívnak. Hiszen, ha megtudjuk, mit tett, és mi is ugyanazt tesszük. Akkor, ha esetleg nem is angyali látogatásban lesz részünk, mégis megtapasztaljuk a természet fölötti világnak ugyanazt a valóságát. Mert amikor rád gondolok is édesanyádra, mivel édesanyád volt a katalizátora, beindítója mindannak az életedben, ami elkezdődött, a nyár szklerózis multiplexel, MS-szel szenvedett, az orvosok már nem tudtak rajta segíteni, így kipróbált minden természet fölöttit, ami nem Isten volt. Próbálkozott a buddhizmussal, New age de ahelyett, hogy jobban lett volna, egyre rosszabbul lett. Majd végül az ő anyja, aki a te nagymamád, meghívta őt egy karizmatikus, katolikus istentiszteletre. Az ima alatt előre akart menni, hogy kézrátétellel imádkozzanak ért egy de még rá sem tudta tenni kezét a pap a fejére. Mi történt, Matt? Nos, aznap éjjel édesanyám a legrosszabb állapotában volt, pedig már két éve szenvedett. Én 14 éves voltam, amikor elment erre a gyógyító összejövetelre. Előre ment imáért, de mielőtt a pap rá tudta volna tenni a kezét a fejére, hogy imádkozzon érte, ő fölnézett a keresztre, és azt mondta, Jézus, ma este mindent neked adok. Száz százalékosan odafordulok hozzád. Ez biztos, hogy kulcsfontosságú volt. Ez volt a kulcs. Rájött, hogy a Age praktikáktól, a médiumok gyógyításától, a kristályozástól csak rosszabbul lett. Kapott egy olyan kijelentést, hogy ezekkel a dolgokkal valami nincs rendjén. Biztos, hogy nem Istentől valók, és ráadásul még csak rosszabbul van tőlük. Aznap éjjel teljes hitre jutott Jézus Krisztusban, is előre ment megtérni. Amikor a pap imádkozni akart, érte, aki mellesleg szent szellemmel betöltekezett volt, Isten ereje árnyékolta be a testét. Isten ereje, mely manifestálódott, olyan erővel megjelent, hogy szó szerint kiütötte őt, és legalább három métert repült a levegőben az oltár felé. Ahogy landolt a földön, úgy írta le a történteket, mintha elektromos áram ment volna végig a testében. Azt gondoltam, meghalt és a mennybe került. Amikor fölkelt a padlóról, az összes betegsége azonnal eltűnt. Milyen hatást gyakorolt ez rád? Aznap este, amikor hazajött, hogy átlépte a bejárati ajtót, ragyogott, mosolyogott, és nagyon boldog volt, mert teljesen tökéletesen meggyógyult. Azt kérdeztem, ki vagy te, mi történt veled? Azt felelte, Jézus ma este meggyógyított engem. Azon a héten én is megtértem, és az egész családom is. Nem csupán meggyógyította Jézus az édesanyámat, hanem megmentette az egész családomat is ugyanabban az időben. Mert pedig nagyon éhes lett Istenre. Olyan dolgot tesz, mely egy fiatal tinédzser számára nem túl szok vagy normális dolog. Elmegy azokra az összejövetelekre, ahol több százan dicsérik Istent, és érzi Isten valóságos, manifestált jelenlétét. Így hazamegy, és elkezdi otthon imádni Istent, épp úgy, ahogy az összejövetelen is tette, de nem történt semmi. De itt van, ami szerintem elképesztő. Szeretném, ha ezt megértenétek, mert amikor semmit nem éreztél, egy pragmatikus, amolyan agyas ember azt mondaná, hát akkor csak várok vasárnapig, amíg elmegyek gyülekezetbe, hogy újra dicsérem az Urat. De te azonban nem ezt tetted. Nem, én azt akartam, hogy Isten személyesen foglalkozzon velem. Szerettem megtapasztalni jelenlétét az összejöveteleken, azonban én saját magam is meg akartam tapasztalni Istent, akartam vele személyes szemtől szembe történő közösséget. Szóval tovább folytattam a dicsőítését. Minden nap bementem a szobámba, föltettem imádó zenét, ugyanazokat, melyeket a gyülekezetben is énekeltük, és dicsőítettem. Eközben semmit nem éreztem, de tudod mit? Nem hagytam abba. Tovább folytattam négy hónapig, minden nap legalább egy órán át dicsértem az Urat. Emlékszem, ahogy a négy hónap után egyik nap ott álltam és énekeltem ugyanazt a dalt, amit már négy hónapja minden nap ugyanúgy énekeltem, és egyszer csak megnyílt fölöttem a menny, Isten manifesztált dicsősége, betöltött az egész szobát, betöltött engem is, és akkor megtörtént szellememben az áttörés. Ez az áttörés nem jött volna el, ha úgy lettél volna, mint a legtöbb ember, és abba hagytad volna. De ha egyszer valaki megtapasztalja ezt az áttörést, onnantól kezdve jön a túlcsorduló, és minden csupán ráadás. Pontosan. Ez ilyenkor már folyamatossá válik, vagy várnod kell ismét egy következő áttörésre? A Biblia azt mondja, hogy folyamatosan töltekezzünk be Szent szellemmel, de van valami, Istennek folyamatos Keresésével. Ha egyszer szellemünk eléri ezt az áttörést, eljutunk arra a pontra, amit én úgy nevezek telítettség vagy átitatva lenni. Tudod, szid, amikor a Szent Szellem elárasztotta szellemem, lelkem és testem, életem minden egyes területét betöltötte, és attól a perctől kezdve minden alkalommal, ha csupán csak suttogtam Jézus nevét, például intéztem a ruháim mosását, amikor azt mondtam, Jézus. Becsuktam a szemem, és csak suttogtam a nevét. Elnézést, de ahogy kimondtad, most a nevét éreztem, ahogy Isten ereje átjár. Igen, hisz jelenléte most is itt van. Jelenléte betöltötte azt a helyiséget, bárhol is voltam, ki is próbáltam. Mondtam magamban, kíváncsi vagyok, hogy Isten jelenléte ugyanígy ott lesz -e velem, akkor is, amikor iskolában vagyok, a tanteremben, vagy amikor a mosószobában vagyok, becsuktam a szemem, kimondtam a nevét, is. hús, az ő jelenléte azonnal megjelent. Mennyi ideig dicsőítetted ő gyermekként, mielőtt a túlcsordulóból tudtál elkezdeni prédikálni? Napi egy órát. Hány hónapon keresztül? Négy hónapig. Nos, ez nagyon jól hangzik nekem, de mi lett volna? Ha egy évbe, vagy másfél évbe telt volna meg, akkor mit tettél volna? Tovább folytattam volna az imádatot, tudod. Ez nem csak arról szól, hogy én mit érzek, akkor is imádjuk Istent, amikor nem érezzük, mert ő méltó az imádatunkra. Bármit is akar nekünk adni, ajándékban, jelenlétében elfogadjuk azt. Szóval ez nem mindig arról szól, hogy mi mit érzünk, azonban arra bátorítom az embereket és téged, aki most nézel bennünket, hogy nem számít, mit érzel. Isten, akkor is ott van veled. Ha kitartóan keresed őt, és hagyod, hogy Isten betöltsön végül szellemi embered eléri az áttörési pontot. Hello, Sidrop vagyok, Matt mert 14 éves fiú korában látott meg egy óriási csodát, amikor édesanyja gyógyíthatatlan betegségéből gyógyult meg. Az orvosok nem tudtak rajta segíteni, és már mindennel próbálkozott, amikor utolsóként Istenhez fordult, akkor élt át egy óriási csodát, melyet met is látott. Ettől az egész életed megváltozott, és teljesen odaszántad magad Istennek, amikor egy nagyon szokatlan dolgot tettél. Minden este bezárkóztál a szobádba, ahol dicsőítő zenére Isten imádtad. Miért tetted ezt? Tudod, szerintem, amikor Jézus valóságosá tette magát számomra, valami történt a szívemben, mert nagyon gyorsan éhes lettem Istenre. Valaki mondta neked, hogy menj be a szobádba és hallgass dicsőit, és volsok CD-t? Nem, talán egy-kettő volt kezdetben, akkor még kazettás dicsőítés volt, néhány dalt azokból énekeltünk a gyülekezetben is, és emlékszem, hogy fiatalemberként a Szent Szellem vonzott engem. Éreztem egy természet fölötti húzást, vágyakozást, hogy legyek egyedül Istennel. Szóval bementem a szobámba, bezártam az ajtót, föltettem az imádó zenét, és elkezdtem énekelni, dicsőíteni, imádkozni, de nem éreztem semmit. Azt mondtam, Istenem, hol vagy? Egy hétig lehet kitartottál, utána abba hagytad? Nem, 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 annál erőteljesebben csináltam. Ez azért nem egy természetes dolog, mert ez egy természet fölötti ésség volt, mivel Isten jelenlétét megtapasztaltam a gyülekezeti alkalmon, de amikor egyedül voltam, nem éreztem őt, pedig nagyon akartam. Annyira közel akartam kerülni Istenhez, amennyire csak lehet. Úgyhogy minden nap énekeltem, dicsőítettem, és emlékszem, hogy minden nap legalább egy órán át tettem ezt négy hónapig. Ezt tínézserként tettem, és minden nap négy hónapig megállás nélkül egy órán át bent voltam a szobámba, és csak imádtam, és imádtam, és imádtam az Urat. Majd egy nap úgy emlékszem erre, mint egy képre az elmémben. Ott állok kezeimet, felemelve a menny, megnyílt fölöttem. Egy olyan dalt énekeltem, amit már milliószor énekeltem azelőtt, de ekkor a menny megnyílt, és Isten dicsősége szállt le a szobámba. Isten manifestált, megnyilvánuló, kézzel fogható jelenléte ott volt a levegőben. Fizikálisan is éreztem, mint a körbevette volna a testem. Betöltötte az egész szobát körülöttem, és olyan volt, mintha a szellemvilágban akkor áttört volna, és megnyílt. Attól a pillanattól kezdve beleléptem Istennel egy élő kapcsolatba, intim közösségbe, a Szent Szellem szemével valóságosan elmondtad nekem, hogy most már csak annyit kell tenned, hogy kimondod a Jézus nevét, és azonnal érzed a jelenlétét. Igen, ez kezdett el történni, annyira nyitottá váltam szellemben, ha csak becsuktam a szemem és a Jézus nevét suttogtam, abban a pillanatban, hogy a figyelmem rá irányítottam, éreztem a Szent Szellem jelenlétét, hogy hú, leszállt rám, és körbevett teljesen. Azt is elmondtad nekem, hogy amikor megláttad az édesanyáddal történt csodát, te is elkezdtél imádkozni emberekért, azonban nem sok eredményt láttál. Először nem láttam semmi eredményt, és ez frusztrált. Imádkoztam valakiért, és nem történt gyógyulás, semmi változást. Azt mondtam, de Uram, Istenem, ennek meg kell történnie. Hol van ugyanaz az erő, ami meggyógyította az anyám, amikor megtértünk minnyáján? Ennek valósnak kell lennie, akkor tehát most is kellene napi szinten látnunk ezt. És emlékszem, ahogy nem hagytam békét Istennek, addig nyomadtam ezt a dolgot, mivel vágytam arra, hogy közelebb legyek hozzá, hogy egyszer csak hirtelen elkezdett minden megváltozni. Addig bárkiért Imádkoztam, semmi nem történt, akkor pedig hirtelen megjelent Isten dicsősége, a Szent Szelem és a dicsőség árat rá az életemre, egészen addig a pontig, amíg már másokat is elkezdett megérinteni, olyanokat, akik rajtam kívülállók voltak. Azt hiszem, olyan szintre növekedett ez, hogy már túlcsordult, és amikor imádkoztam valakiért, csodák kezdtek el történni. Emberek elkezdtek megszabadulni, és emlékszem, amikor valaki elesett a padlóra, az emberek nézték, hogy mitől esnek el, vajon valaki ellökte őket. Tinédzser fiú voltam, olyan gyöngéden tettem a kezem bárkire is, hogy attól nem eshettek el, de a kenettől igen. Engem legalább annyira megdöbbentett ez, mint őket. Emlékszem, hogy azon tűnődtem, mi lehet ez. Új volt számomra, hogy ilyen manifesztációt lássak. Figyeljetek, csupán néhányat a sok csoda közül kiemelve, melyek mert emberekért történő imáira történtek, egyszerűen fenomenálisak. el, amikor valakinek nem volt füle, sem dobhártyája. Nem csoda, hogy minden orvos azt mondta, hogy lehetetlen így hallani, ami történt. Nos, úgy mondanám, hogy az elmúlt öt évben láttunk ilyen csodákat megtörtént több ezret is. Az egyik ilyen összejövetelen Isten szólt, és azt mondta, süket füleket fog majd Szóval elkezdtünk egyszerre imádkozni a tömegért, hogy Isten nyissa meg a süket füleket. Isten szelleme elkezdett kiáradni azon a helyen, ahol kb. ezer ember jött össze. A Szent Szellem kiárat, és a csapatom odahozott hozzám egy 12 éves kislányt az emelvényre. Nagyon aranyos, barna hajú kislány. Ahogy hátrahúzta a haját, láttam, hogy egyáltalán nincs füle, csak a fejének oldala és azon két lyuk. Azt mondták nekem, mert ez a kislány fülek és dobhártyák nélkül született süketen, egyáltalán nem hall semmit, hirtelen Isten ereje rászállt. Itt álljunk meg egy pillanatra, belül nem mondtad ezt magadban, hogy ó, mi lesz most? Ha természetes szinten nézzük, tudjuk, hogy ez lehetetlen, de ekkor én szellemben voltam, és nem a természetes szemeimmel néztem rá, hanem Isten szellemének szemeivel. Amikor pedig Isten szellemének szemeivel tekintesz egy helyzetre, akkor a lehetetlen lehetségessé válik, és minden korlátozás, limitáció megtörik. A hitnek ajándéka is működött abban a pillanatban. Szóval ahogy ránéztem erre a fiatal lányra, és Isten ereje rászállt, azonnal elkezdett hallani. Pattogást érzett a fülének belsejében mindkét fülében. Az úr szó szerint belenyúlt a fejébe, és mindkét fülében teremtett dobhártyákat, és megnyitotta a hallását. Életében először hallott. Mert el kell mesélned nekem azt, amikor összefutottál két angyallal. Nos, szíd, ez épp azelőtt történt, hogy elkezdtünk utazgatni profétai gyógyító szolgálatunkban. Az úr két angyalt rendelt ki életemre és szolgálatomra, hogy segítsenek mindazt elvégeznem, amire Isten elhívott. Én akkor pásztor voltam, és ez egy hétfő reggel volt, amikor számoltuk a vasárnapi Isten gyűjtéséből befolyó összeget. Épp ennek kellős közepén szólt hozzám Isten, és azt mondta, állj föl, és kezdj el táncolni most. Mi köze van ennek a gyűjtési pénz számolásához? Semmi köze nincs, abszolút semmi. A természetes elmém is azt hajtogatta, hogy ennek semmi értelme. Azonban tudtam, hogy a mennyből kaptam egy kezdeményezést a Szent Szellemtől, és az úr szólt hozzám, hogy meg kell tennem. Ekkor félretoltam a pénzt, kiálltam a szoba közepére, és elkezdtem körbe táncolni a szobát, miközben dicsőítettem Istenet. A két titkárnőnk ott ült a szobában, akkor, amikor meglátták, mit csinálok, először elkezdtek nevetni. Majd Isten dicsőségének felhője, bejött a szobába. Érezted csupán, vagy láttad is. Kézzel nagyon erőteljesen jelen volt Isten jelenlétének valósága, fizikailag nem láttam, de fizikailag éreztem, hogy ott van mindenütt körülöttem. Bejött a szobába, rám szállt, és ahogy a fejem tetejéig ért, a testem azonnal padlót fogott. Olyan volt, mintha fizikailag valaki a földre dobott volna, és a szellemem egy látomásba ragadtatott el. Egy egész napos átélésem volt, amiután végre képes voltam felülni a földön, és azt láttam, hogy Isten dicsősége olyan szinten betöltötte a szobát, hogy a két titkárnőt is földre terítette székükről, nem volt más választásuk. Akkor nem csak te tapasztaltad ezt meg, nem csak én, hiszen az egész szobát betöltötte ez a dicsőség, Isten dicsősége ahogy ott ültem a padlón és a két hölgy is, ott feküdtek a földön. Azt éreztem, mintha Isten dicsőség a hullámokba szállna rá a fejemre, majd hirtelen megnyílt a szellemi látásom, és Isten megengedte, hogy betekintést nyerjek a láthatatlan világba, ahol érzékeltem egy hatalmas angyalt, aki mögöttem állt úgy, hogy szárnyait kiterjesztette körém, mint egy átölelt szárnyaival, abban a pillanatban, ahogy én éreztem a fejemen Isten dicsőségét hullámokban a két hölgy, akik a földön feküdtek a dicsőség hulláma, ahogy eltalálta őket is ugyanekkor szinte pattogtak föl le, ahogy érzem ezeket a hullámokat, hirtelen figyelmes leszek a második angyalra is, aki a jobb kezem felől állt, és érezhető volt egy angyali jelenlét a szobában. A másikuk még mindig ott állt mögöttem a jobbon felől, amikor tisztán és világosan meghallottam Isten hangját, amint azt mondja a met, a mögötted álló angyal az ébredés angyala, a melletted álló pedig a csodákért felelős angyal. Kirendeltem a mai napon őket az életedre, és szolgálatodra, hogy veled utazzanak mindenhová, és bárhová mész veled együtt menjenek, hogy beteljesíthess mindazt, amire elhívtalak téged. Ez csupán néhány hónappal azelőtt történt, hogy igazán elkezdtünk imádkozni a betegekért, és megláttuk, ahogy a Szent Szelem kirobbanó csodákat tesz. Meséld el, amikor MS-ből gyógyult meg valaki. Ó, ez fenomenális volt. Ez a hölgy eljött egyik összejövetelünkre, akinek nagyon súlyos ms -e volt, már kórházban is feküdt miatta, és szinte már teljesen lebénult az egész teste. Úgy jött el egy esti összejövetelünkre, hogy azt mondta a gyermekeinek, ez a nap az én napom, és csoda fog történni. Ahogy ott volt a dicsőítés alatt, és senki nem imádkozott érte csupán, felemelte kezeit és imádta Isten. Tudod mit, mert az atmoszféra változik itt a stúdióban. Igen, te is érzed. Csak nem megjelentek angyalai, de hogy nem én is érzem őket. Igen, szóval felemelte ez a hölgy a kezeit, és amikor valaki hitre jut a gyógyulását illetően, úgy, ahogy ő is, nekem semmi közöm nem volt az egészhez. Ő csupán imádta az urat, amikor Isten csodát tett vele. Érezte a hátában, fejében, mintha csiklandó érzés szaladgálna végig rajta, majd Isten szólt hozzá, és azt mondta, mert meggyógyítok krónikus gyengességben és emezben szenvedő nőt most. Előre hívtam a hölgyet, majd újra szólt az úr, és azt mondta, vidd előre az emelvényre, mert ott vagyok. Ahogy ott állt az emelvényen, Isten dicsősége bárnyékolta egész testét, és anélkül, hogy bárki is hozzáért volna, tehát ember kezen nem ért hozzá csupán Isten maga, a Szent Szellem megérintette őt, és hátraesett Isten erejétől. Ahogy ott feküdt a földön, a fejének hátsó része tűzben égett szellemben, és érezte ezt a hatalmas forróságot, szóval szerint azt érezte, mintha valaki kézzel belenyúlna a fejébe, érezte a kezet a feje belsejében, ahogy az agyában valamit mozgat. Ahogy fölkelt a padlóról, az MS minden tünetével teljesen eltűnt a testéből, tökéletesen meggyógyult, minden nehézség, fájdalom, a betegség összes velejárója eltűnt. Nem szokatlan az, hogy valaki belső műtét végrehajtása történjen szellemben? Bár természetesnek kell lennie, még számunkra is ez nagyon extrém gyógyítás volt. Isten extrém csodát mivel ennek a nőnek a sklerózis multi legsúlyosabb típusa volt. Ez egy természet fölötti csoda volt. Két évvel később, amikor találkoztam ismét vele, teljesen gyógyult, egészséges volt, sokkal jobban nézett ki, mint azelőtt. Új frizura, új ruhák, új munkahely. Azt mondta nekem, mert amikor Isten meggyógyított engem, nem csupán fizikailag gyógyított meg, hanem adott egy új munkát, és egy teljes átalakuláson mentem keresztül. Meséld el a szívbeteg, mitrális billentyűzavarban zavarban szenvedő hölgy esetét. Imádkoztunk egy másik hölgyet a dicsőség jelek és csodák megnevezésű konferenciánkon New Yorkban. A Szent szólt hozzám, és azt mondta, van itt egy nő, akinek szív problémája van, a szívverésével van gond. És még néhány specifikus útmutatást is adott a szív problémával kapcsolatban, ahogy előre jött ez a hölgy, ott állt az oltárnál, amikor Isten ereje szó szerint kiütötte, majd később bizonyságot tett arról, hogyan kapott teljes és tökéletes gyógyulás szívére, és hogy mi is történt a szívében. Nos, figyeljetek, Isten ereje szabadul föl, amikor hallgatunk egy bizonyságot, és sokan, akik szív problémával küzdködnek, meg fognak gyógyulni ebb közben. Játsszuk be a klippet. Rám tette a kezét, és én azonnal összeestem az úr ereje alatt. Fogadd egy gyógyulásod most azonnal! Igen, ez az. Köszönöm, Uram, hogy tökéletes a szívritmus szabályozása. Majd ahogy ismét elkezdett prédikálni, azt mondta az embereknek, hogy visszamehetnek a székeikhez, de akik a szellemen pihennek a földön, nyugodtan maradjanak ott. Én megpróbáltam fölállni, de nem tudtam. Tudtam mozgatni kezeimet, karomat, lábaimat és fejemet, azonban a testem, mintha a tapad volna. Rájöttem, hogy Isten még nem fejezte be a munkát rajtam, így ott maradtam. Később sikerült fölállnom, de meg voltam részegedve a szent szelemtől, botladozva, tántorogva jártam. Egy nagyon erőteljes találkozásom átélésem volt ekkor az úrral, teljesen meggyógyultam, és soha többé nem jöttek elő a tünetek. Mert már fiatalon pásztor lettél, és ahogy besétáltál egy nap az irodádba, hirtelen azon kaptad magad, hogy annyira elfoglalt lettél, és be volt táblázva minden napod, mint minden pásztornak, majd Isten megjelent nálad. Mi történt? Ahogy kinyitottam az irodám ajtaját új pásztorként, az első évenben voltam. Ahogy besétáltam az irodába, egyenesen Isten jelenlétébe sétáltam be. Ő már ott vált rám. Teljesen elárasztott. Azt mondtam, Istenem, itt van jelenléted az irodában. Akkor hallottam a belső füllel hallható hangján, ahogy azt mondta nekem, zárd be az ajtót, ezt az egész napot veled akarom tölteni. Mellesleg nem csak te vagy az, aki ezt hallotta, épp most hallottam Isten hangját, amint azt mondta, a nézőinkkel is együtt akar lenni. Valakinek épp most gyógyult meg a nyaka, csak mozgass meg, és tapasztalni fogod, hogy a fájdalom eltűnt. A kenet pedig végig megy a hátadba, és hajolj előre, mert azt hiszem, te is ugyanezt hallod most. Halleluja! Legalábbis úgy látszol. Mit hallasz? Isten igenis gyógyít most, van egy kenet, mely árad most. A Szent Szellem megérint téged, bárhol is vagy ott a szobádban, bárhonnan is nézel most bennünket elképesztő. Isten beszélt hozzád, és figyelmeztetett valamire, meséld el. Ahogy a székemben ültem, jelenléte nagyon, nagyon erőteljesen megjelent. Egyik alkalommal annyira hálás voltam Isten jelenlétért, hogy tele volt a szívem hálával, és ki is akartam mondani ezt, hogy köszönöm, köszönöm Istenem. De ahogy beszéltem, jelenléte elkezdett csökkenni. Így abba hagytam a beszédet, és elcsendesedtem. Ekkor Isten szólt hozzám, és azt mondta, ez nem arról szól, hogy te beszélsz hozzám, hanem arról, hogy velem vagy. Csak maradj meg itt a jelenlétemben, majd néhány óra elteltével elkezdett járni az agyam. A gondolataim cikázni kezdtek, még ezt is meg kell csinálnom, meg azt is, és szó szerint bűntudatom volt, amiért csupán imádkozással töltem el a drága időmet. Az úr ekkor mondott egy olyat, ami örökre megváltoztatta az egész életem. Várj még ezzel a szünet utánig! Hello, Sidrop vagyok, Matt Tudom, hogy senki nem ment el a szünet közben, mivel hallani akarjátok, mi történt Mettel, amikor bemegy az irodájába fiatal pásztorként, ahol ott van Isten jelenléte, de elközben neki azon jár az esze, hogy a naplójában pontokban vannak szedve a napi teendői, melyeket el kellene látnia. Annyira szellemien viselkedik, hogy elkezd vitatkozni Istennel azon, hogy neki még mennyi mindent kell tennie, és nincs ideje vele lenni, sőt, bűntudata van, amiért nem az elvégzendő feladatokat csinálja. Hát hogyan tehetél ilyet, mert maga Isten van vele a szobában. Tudom, de a természetes elmék ember ilyen gondolkodik. Amikor ez a bűntudatom támad, hogy túl sok időt szánok imára, Isten szólt hozzám, és azt mondta, mert ha nem töltöd velem most ezt az időt, nem leszel képes beleállni mindabba, amit számodra terveztem a jövőben. És ekkor még én kezdőpásztor voltam, és fogalmam sem volt arról, hogy Isten mennyire használni akar a gyógyításban, és hogy mindezekben a nemzetekbe fogok utazni, és meglátom majd mindezeket a hatalmas csodákat Isten kenet által megtörténni. Megértettem azon a napon, hogy a jelenlegi időm meghatározza a jövőmben Betöltött szolgálatomat és elhívásomat Istenben. Én is tudom, hogyha nem töltöttem volna elég időt Isten szellemével, különösen a korai időszakban, nem lennék most itt. Tudod mit hiszek? Mert amikor fölötti nyelveken imádkoztam és profétáltam a jövőbe, még csak sejtésem sem volt arról, mi vár majd rám. De van egy második dolog is, amit el kell, hogy magyarázz, mert amikor még főiskolás voltál, az Úr jött hozzád és beszélt hozzád, amikor nagyon erős instrukciókat adott. Mit mondott neked? Ez még azelőtt történt, hogy szolgálatba álltam volna, csupán éreztem, hogy mire hívott el az Úr, és az első prófécia, amit Isten valaha is adott nekem, az volt, hogy azt mondta, ami a te listád tetején van, az az én listám alján szerepel. Ami viszont a te listád alján van, az az én listám tetején. Azt akarta, hogy változtassak értékrendemen, hiszen az ő listájának tetején az én karakterem kiformálódása volt, és a listájának alján szerepel csupán a szolgálatom beteljesítése. Azt mondta, azt akarja, hogy a gyökereim mélyre legyenek ásva ő benne, és amikor eljön az a nap a jövőben, hogy szolgálatomon sikereket élek meg, az nagyon szilárd lesz, és semmi nem lesz képes kimozdítani sem jobbra, sem balra, mivel a gyökereidnek volt idejük mélyre menniük Istenben azáltal, hogy kiformálódott és kifinomult a karakteret, hadd mondjam el, onnantól fogva, ahogy teltek az évek, Isten átvitt engem a tűzpróbákon, ahol formált, alakított, megpróbált és megtisztította az életemet, hogy kenete át tudjon áradni rajtam keresztül, és képes legyek azt megtartani és hordozni. Ez annyira fontos. Nem számít, hány éves vagy. Isten sokkal jobban érdekli a karaktered, a jellemed, mint az ajándékaid. Értsd ezt meg. Méghozzá jól értsd meg. Mivel épp emiatt tud, mert most a legcsodálatosabb csodákban élni és járni, de mielőtt még rátérnénk valamelyik csodára, egy másik kulcsot is kaptál az életedben, amikor lehetőséget nyílt Orán Robertsel találkozni, és imádkozott is, érted, mielőtt a mennybe távozott. Imádkozott, érted? Majd egy nagyon fontos kérdést tettél föl neki, mit kérdeztél tőle? Csupán néhány hónappal azelőtt, hogy hazament mennyei otthonába, hogy az úrral legyen, azt kérdeztem tőle, mi volt szolgálatában a kulcsa csodákhoz, hiszen sátoros összejöveteleiken óriási csodákat látott, és őszintén szólva kicsi meglepett a válasza, nem kellett volna, hogy meglepjen, de mégis meglepett. Én úgy gondoltam, azt a választ adja majd, hogy ha elég nagy a kenet rajtad, akkor csodák történnek majd bárhová is mész. Ezt a választ vártam volna én is. Pontosan azt vártam, hogy valamiért fog mondani, vagy valami amit a hitről. Ahogy ránk nézett, mivel egy kis csoport voltunk ott, azt mondta, sokan úgy gondolják, az én hitem volt a mérvadó, a főkulcs a csodákhoz, melyeket megláttunk, de ez nem így van. Mindenkinek van hite, hisz a Biblia azt mondja, hogy mindenki kapott a hitnek egy mértékét. Nem kell a hitet keresned, hiszen Isten azt már mindnyájunknak megadta, ezt mondja az ige. Azonban egy evangelizáció előtt, amikor bementem a hotelszobámba, Azért kezdtem el imádkozni, hogy Isten adjon nekem szeretetet az emberek iránt. Ahogy Isten elkezdte betölteni a szívem, szeretettel óriási csodák robbantak ki egy teljesen új szinten. Csupán kíváncsiságból, miután ezt hallotta tőle, de hogy imádkozzal egy összejövetel előtt, elkezdtem, én is Isten szeretetért imádkozni, nem csupán az összejövetel előtt, hanem a napi ima életem részévé tettem ezt. Azt mondom, Uram, folyamatosan töltsd be szívem szereteteddel, túl csordulan töltsd be könyörületeddel, és tudod, amikor tanulmányozod az igét, ezt meg is fogod látni. A Biblia azt mondja, Jézus megtelt könyörülettel és meggyógyította a betegeket. A Galata 5 azt mondja, a szeretet által működő hit. A kibővített fordítás úgy magyarázza ezt, hogy a hitet a szeretet motiválja, az látja el energiával, az hozza mozgásba, és tulajdonképp a szeretet az a kulcs, ami begyújtja, beindítja a hitet. Oké, okay, ti mit szólnátok ahhoz, ha elmennétek mettel Indiába egy telepre, ahol szeretnétek őket? Ezek azok az emberek, akik a társadalom legalja. Valószínűleg soha senki nem érintette meg őket azóta, hogy a leprát elkapták. Mit tettél te is a csapatodot? Hmm. Az úr küldött bennünket oda, és vittünk ennivalót a leprásoknak, és együtt ültünk ott velük. Voltak olyan nők a csapatunkban, akik ott ültek a kozban velük. Úgy, hogy átölelték ezeket a leprásokat, olyanokat is, akiknek már estek le a kezeik, arcukon nyílt sebek és helyek, de Isten szeretete elárasztotta a szíveinket, rájuk tettük a kezünket, megöleltük őket, és imádkoztunk értük. Bohó, de várj egy pillanatot, megöleltétek a leprásokat? Nem tudod, mert anyukád nem mondta még, hogy ez ragályos? Igen, ragályos. Azt is láttad, hogy mi történik a leprásokkal, a bőrük esik le, tudom. És ti tényleg átöleltétek őket? Igen. És tudod? Meet. We did. A következőben hiszek, mivel Jézusban hívő ember vagyok, hiszem, hogy Jézus vére befed, betakar engem. A hitem azt mondja, mielőtt a betegség megérinthetné testemet, Jézus vérén kell átmennie először, szóval mire eljutna hozzám, addigra elpusztul. Ez az, amiben hiszek. Amikor hazaértünk arról az útról, Indiából sírva hívott föl bennünket az ottani pásztor, és azt mondta, mert visszamentünk a lepratelepre, és a leprások azt mondták nekünk, hogy amikor az a fehér ember bejött és a kezét ránk tette, éreztük, hogy a testükben megszű a lepra. A pásztor azért sírt, mert eddig még soha nem látott ilyet megtörténni, nem csupán azt, hogy meggyógyult valaki leprából, hanem hogy ennyire sok szeretetet kapnak, és legalább annyi gyógyulást nyernek belül, mint kívül. Ahogy mert megosztotta velünk mindezt, Isten szeretete kirobbanó módon megjelent. Imádkozom most a a nevében, hogy mert ebben a könyörületben működjön, akkor is, amikor majd visszatérünk ide a szünet után. Hello, Sidra vagyok Matt Mert Matt, neked nagyon sok átélésed és találkozásod volt már Istennel, azonban az egyik nagyon különleges volt, mivel egymás után három estén át egy angyal jött el hozzád, aki a Szentírásból adott kijelentéseket neked. Mesélj el egy ilyen fő kijelentést, amiről taníthatnál is egy kicsit. Igen, tudod, ez érdekes volt, ahogy ott ültem, éreztem ezt az angyali jelenlétet magam mögött, és egy kezet a vállamon, miközben Isten jelenléte betöltötte az egész szobát, ahol voltam. Ahogy ez a kijelentés folyt, az egyik dolog, amit Isten mutatott nekem az, hogy nagyon sokszor az emberek sokszor úgy adnak át dolgokat Istennek, mint ha csak úgy odadobnák kezeibe szuverenitására és időzítésére hivatkozva. Úgy gondoljuk, Isten időzítésében csupán csak várnunk kell arra, hogy valami majd csak történik. Minden a jövőben van ilyenkor. Észrevetted? Igen, mindig. Ha jól értem, ez a tény már eldőlt 2000 évvel ezelőtt, és nagyon sok minden más is, ami felől csupán reménykedtünk. Pontosan, ha gyógyulásról van szó, áttörésről, anyagi bőségről, védelemről, vagy akár egy látás beteljesítéséről a szolgálatban az Úr azt mutatta nekem, hogy megvan minden képességünk hit által a jövőnkbe nyúlni, és onnan áthozni dolgokat a mostani időben, még akkor is, ha ezzel felgyorsítjuk Isten időzítését. De tudod mit? Ha nem töltöttél volna időt azzal, hogy a karaktered jellemet kifejlődjön, akkor ez veszélyes is lehet. Ez nagyon igaz, nagyon igaz, mivel néha várnunk kell dolgokra addig, amíg meg nem tanuljuk azokat kezelni. Van igei alapja annak a kijelentésnek, amit Isten adott neked? Ti szeretnétek a jövőtöket behúzni a jelenbe most azonnal? Most! Mi a most generációja vagyunk. Igen, ha a János evangéliumának második részére gondolok, ahol Mária, Jézus és a tanítványok mind ott vannak a kánai esküvőn, ahol elfogyott a bor, és Mária, Jézus anya, odafordul Jézushoz, és azt mondja, Jézus, nincs több bor. Jézus ránéz, és azt mondja, és, és... Szerintem csak Jézus ússza meg azzal, hogy így szólíthatja anyját, asszony, mi közöm nekem ehhez. Más szavakkal azt mondta, az én időm még nem jött el arról, hogy csodát tegyek. Ez nem Isten számomra kijelölt ideje, hogy elindítsam csodatévő szolgálatom. Miért mondod ezt nekem? De Mária teljesen figyelmen kívül hagyja ezt, és csak annyit mond, tegyetek mindent úgy, ahogy mondja nektek. Volt valami Mária szívében, volt egy látás, egy képe arról, milyen Isten szerinti lehetőségek rejlenek Jézusban, mivel volt látása, így a hitének szellemivel ki tudott nyúlni valamibe, amit még maga Isten is csak a jövőre tervezett, ő mégis a jelen pillanatba behúzta azt. Valójában az ő hite indította el Jézust gyógyító szolgálatában, és egy teljes időszakváltást okozott. Vannak most olyan nézőink, akik úgy érzik, mintha beragadtak volna egy időszakba, pedig már Isten új dolgokba akarta volna behozni őket, de ők berendezkedtek egy olyan helyre, amitől Isten valami sokkal nagyobbat akar nekik adni. Ha képesek lennének figyelni átfordítani, és meglátnák Isten isteni képességét, azt, hogy ők ki tudnak nyúlni, meg tudják ragadni az ottani dolgokat, hogy behúzzák azt a mostba, a jelenbe, a jelen pillanatba. Akkor most azt meséld el, amikor Angliában egy tűzangyal lépett be az összejövetelre, meséld el ezt röviden. Az összejövetelem voltunk, én az első sorban imádtam Istent, amikor mellettem baloldalon a levegő elkezdett forrósodni, és annyira felhevült, hogy nagyon érezhető volt számomra, hogy baloldalam oldalam felől jön ez a hatalmas nagy hőség. Először azt gondoltam, hogy meg mellettem egy tűzoszlop ott az alkalmon. Azt gondoltam, mi ez? És beletettem a kezem, és égetően forró lett, majd kihúztam a kezem, és ott újra hideg volt. Elszórakoztam ezzel egy darabig, majd olyan volt, mint a lángnyelvek csaptak volna föl ott mellettem. Akkor szólt hozzám az úr, és azt mondta, elküldtem egy szeráf angyalt az összejövetelre. Ez volt a reggeli alkalmon. Ahogy visszajöttünk az esti összejövetelre, és ahogy megálltam a pulpitusnál, hogy prédikáljak, az úr megnémított. Próbáltam beszélni, de hiába nyitogattam a számat, egy hang sem jött ki rajta. Egyáltalán nem volt hangom. Két órán keresztül ott álltam, a terem tele volt emberekkel, én pedig egyetlen szót sem tudtam szólni, ahogy ott álltam, az emberek hirtelen elkezdtek kimelegedni, vették le a zakóikat és az extra ruházatukat, annyira nagy lett a forróság a teremben, hogy hiába nyitották ki az összes ajtót és ablakot, ez a tűzangyal bejött a terembe, és Isten tüze jelent meg a tömegen órákon át. Egy meglátogatásunk, közös átélésünk volt Isten tüzével. Az emberek elkezdtek megszabadulni bűneiktől. A rabláncok megtörtek, életüket megtisztította Isten. Tüze. Sokakat látsz fizikailag meggyógyulni. beszélni röviden három, négy vagy öt olyan esetről, hogy emberek mikből gyógyultak meg? Fibromialgia, MS, tumorok, rákos daganatok, bénák újra jártak. Tonna számra sorolhatnám a sok csodát. Mert kapott egy kijelentést az áldás erejéről. Mi történik akkor, amikor kapsz egy olyan proféciát, hogy valaki lop tőled, és rájössz, amikor egy bizonyos gyülekezetben prédikálsz, hogy nem kapod meg a gyűjtésből származó teljes bevételt. Te mit tettél? Követelted a pénzed a pásztortól? Tudod, Széd, amikor először szólt Isten, lebeszéltem magamról, és azt mondtam, nem, ez nem lehet igaz, ilyen nem történhet. Majd rájöttem, hogy tényleg megtörtént, majd később újra megtörtént. Mikor először rájöttem, őszintén szólva felháborodtam, és eléggé zavart a dolog. De hátraléptem egyet, és elkezdtem imádkozni. Azt mondtam, Istenem, te mit kezdesz most ezzel? És ténylegesen azt éreztem a szívemben, hogy kezdjem el megáldani ezt a vezetőt. Majd hallottam, hogy az Úr is azt mondja, meg kell áldanod ezt a vezetőt. A Biblia nagyon világosan mondja, ha áldunk valakit úgy, hogy ők azt nem érdemlik meg, az áldás visszaszáll a saját fejünkre. Akkor mindenképp csak nyerünk vele. Mi történt, amikor elkezdted áldani ezt a pásztort, aki lopott tőled? A Biblia azt mondja a példabeszédekben, amikor valakit lopáson kapnak, hét Hétszeresét kell visszafizetnie. El. Ahogy felszabadítottam imában Isten áldásait, az Úrtól ténylegesen a hétszeresét kaptam vissza, mivel kihirdettem a szolgálatunk anyagi helyzetére, hogy a hétszeresét kell visszakapnunk, és így is történt. Még azon a héten, ami a gyűjtésből származó pénzből kiletvéve, hétszeresét kaptuk meg az Úrtól olyan forrásból, amire nem is számítottunk. Megtanultad tehát, hogy jobb áldani. Így van. Mi történt volna, ha átkozod azt a pásztort? Nem hinném, hogy akkor áldást nyertem volna. Hitem szerint, ha nincs jó hozzáállásunk, és nem helyes szellemben vagyunk, az lezárja Isten áldásait a saját életünkben. Eljött az ideje, hogy megáldjalak titeket a 4 Mózes 6, 22, 27 szerint az én új szövetségi megközelítésemben. Szólt az Úr Mózesnek mondva, szólj Áronnak és fiainak mondva, áldjátok meg Izrael fiait, ez egy különleges áldás, mivel azt mondja, ha bármikor áldjátok népemet, Izraelt, én is megáldalak titeket. Wow! Az Úr az új szövetségi megközelítésben megáldott téged. Védelmezett téged. Az Úr rád mosolygott. Az Úr kiárasztotta rád kegyelmét. Az Úr megmutatta jó indulatát neked, és adott békességet a Jézus nevében, és teljességet. A Jézus nevében, aki a szársalom, a békesség fejedelme, Yeshua Hamashia, Citkénu, Jézus a messiás.